Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, újra a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, és persze továbbra is a tilos.hu-n, és ez pedig benne valóban a Szokolébresztő, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ezen a gyönyörű hétfő reggelen éppen a Vénuszról fogunk beszélgetni, vagyis fogok beszélgetni saját magammal. Megint egy egyemberes adás lesz, természetesen azért a telefonálókat a megszokott módszerhez híven jól be fogom engedni, amikor eljön ennek az ideje. Szóval a Vénusz bolygó az olyasmi, ami hát egy kicsit talán eszünkbe juthat, hogyha kinézünk az ablakon, mert egyébként eléggé felhős idő van most itt Budapesten, nyírkos is mondjuk, és hát azért minden ellenére azért eléggé hálásak lehetünk annak, hogy ennyire jól tolerálható éghajlati viszonyok vannak ezen a bolygón, ahol élünk. Annál is inkább, mert ugye van a Földnek egy Iker testvér bolygójának nevezett bolygó a naprendszerben, ami a Vénusz, ami azért szokták így nevezni, mert persze egyrészt relatíve közel van a Földhöz, hát konkrétan a Vénusz van a legközelebb a Földhöz olyan értelemben, hogy a Vénusz pályának és a Föld pályának a távolsága az kisebb, átlagosan, mint a Föld pályának és mondjuk a Mars pályának a távolsága, tehát ilyen értelemben a legközelebbi bolygónak tekinthető, de egyébként mérete szempontjából is a legközelebb áll a Földhöz, tehát ez a két bolygó, ez lényegében ugyanakkora. Mind a kettő kőzetbolygó, mind a kettőnek van atmoszférája, de hát kb. Ezzel el is mondunk minden hasonlóságot, tehát ami miatt egyébként még az űrkorszak hajnalán csak ilyen romantikus vágyak ébredtek az emberekben, hát nem véletlenül a szépség istennőjéről elnevezett Afroditéről, vagy Vénuszról elnevezett bolygó, vagy Istár ugye, ugyanez a bolygó a mezopotámiaiaknál. Tehát, hogy nem véletlenül gondolták azt, hogy ott valószínűleg valami nagyon jó világ van, egészen a 20. század elejéig, amikor is még tényleg lehet olyanokat olvasni, hogy őserdőt, meg hát esetleg ősállatokat vizionálnak az emberek a Vénuszra, mert hogy hát nyilván ott mindig jó meleg van, mert hát közel van a naphoz, de úgy egyébként azért a naptól mért távolsága alapján az egy igencsak kellemes hely kellene, hogy legyen, és ezért is annak idején tényleg ez volt a szöveg, hogy ez a Földnek az ikertestvére, aztán látjuk, hogy hát ez az ikertestvére ez nagyon eltévedt, tehát azért nagyon más utakat vett. Azért persze ez minden családban előfordul, a naprendszerben is. Tehát való igaz, hogy a Vénusz egyébként tök jó helyen van a naprendszerben, tehát amikor hallani ilyesmikről, hogy lakhatósági zóna, Goldilocks zón, ugye van ez a bizonyos tartomány, ami persze sok kritika éri ezt az egész koncepciót teljes joggal, és egyébként maga a Vénusz mutatja, hogy önmagában az, hogy az ember vagy egy bolygó valamilyen zónán belül van a központi csillaga körül, az egyáltalán nem jelent feltétlenül jót az életre nézve, de a lényeg az, hogy létezik egy definiálható egy ilyen úgynevezett lakhatósági zóna, ami körülbelül az alapján kerülhet meghatározásra, hogy egy bolygó rendszeren ugye a központi csillagból kijövő sugárzás az milyen távolságokon belül teszi lehetővé az élet létezését. Most elsősorban ott ugye arra kell gondolni, hogy mivel nem ismerünk nagyon másféle életeket, a földi életet leszámítva, ezért mi úgy képzeljük, hogy az élethez például kell folyékony víz. Na most hol lehet folyékony víz egy bolygó felszínen? Nyilván nem lehet az ember túl közel a csillaghoz, mert ott ugye elpárolog a víz, de nem lehet túl távol sem, mert ott megfagy. Tehát például ez és hasonló faktorok alapján, hogy például a légkör is legyen, tehát ne fújja el a napszél a légkört, ne fagyjon le a légkör a bolygó felszínre. Tehát van néhány ilyen változó, amelynek figyelembe vételével bizony meg lehet határozni egy ilyen zónát, ami belül ilyen értelemben elképzelhető az élet létezése. Természetesen a koncepció nem veendő túl komolyan, azért is, mert hát természetesen a Vénuszon látni fogjuk, hogy ahhoz képest, hogy valami jó helyen van,
ilyen értelemben, abból egyáltalán nem következik feltétlenül, hogy élet számára tolerálható viszonyok alakulnak ki a felszínen. Másfelől meg a zónán kívül is nyugodtan elképzelhető élet, tehát például, hogyha megnézzük, hogy ha valahol van a naprendszeren jelen pillanatban élet a Földön kívül, akkor az hol a legvalószínűbb, akkor biztos, hogy a valószínűségi listának az élén, lehet, hogy már az első helyén szerepel nyilván a Mars mellett például a Jupiter Európa nevű holdja. A Jupiter Európa nevű holdján ugyanis van egy a földi vízkészletnél lényegesen nagyobb mennyiségű víz, egy 100 km vastag óceán formájában a jégkéreggel borított felszín alatt. Hogy lehet ott folyékony víz, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a Jupiter távolsága az kijebb esik ennél a zónánál, amit emlegettem, hát úgy lehetséges, hogy ott ugye ez egy hold, és a Jupiter körül kering, aminek óriási gravitációs és árapály hatása van, és az árapály fűtés nevű jelenség az, ami annak ellenére olvadt állapotban tudja tartani a vizet az európai jégkérge alatt, hogy egyébként tök messze van a naptól ez a rendszer, tehát ha önmagában csak a napra bíznánk azt, hogy folyékony halmazállapotba tartsa a vizet, akkor a nap erre nem lenne képes, de így aztán mégiscsak lehetséges a folyékony víz. Annak ellenére még egyszer, hogy ez a naprendszer úgynevezett lakhatósági zónáján kívül esik, mert ha most már hangozzon el, hogy valójában ez valahol a Vénusz pályáján belültől a Mars pályájától valamivel kívülebbig tartana, kellene tartania ennek a lakhatósági zónának. Tehát ilyen értelemben például a Jupiter Európa holdja kívül esik a zónán, ahogy mondtam, viszont benne van a Vénusz. A Vénuszról egyébként a Vénusz és az élet viszonyáról egyébként nagyon-nagyon sokat lehet beszélni, és egyébként ezt meg is tettük valamennyire egyszer, tehát volt a Szokolébresztőnek egy korábbi adása, ami abból a másfél évvel ezelőtti felfedezésből indult ki, amikor ugye bejelentették, azóta már sokszor megtámadták ezt a tudományos eredményt, de minden esetre úgy tűnt, hogy foszfin nevű vegyületet találtak a Vénusz felső légkörében. Aminek a nagy mértékű jelenléte, és hogy stabilan ott legyen, és ne bomoljon le az UV-sugárzás hatására, hanem hogy tényleg meg jó nagy mennyiségbe felhalmozódjon, és meg is maradjon, arra a jelenlegi tudásunk szerint nem nagyon tudunk más ilyen kémiai útvonalat, mint biológiai, biokémiai eredetű folyamatokat. Ugye, tehát az, tehát ilyen értelemben egy biomarkernek nevezett anyag volna ez a foszfin nevű szerves molekula. Tehát, hogyha egy bolygónak a légkörében, és ez különösen érdekes most egyébként, hogy a James Webb űrtávcső már szerencsére szépen szállítja a különböző exobolygók, tehát más csillagok körül keringő bolygók légköréről a spektrumokat, tehát meg tudjuk mondani más csillagok bolygójának a légkörének az összetételét, tehát ez egészen elképesztő. Szóval, hogyha bármelyik ilyen légkör spektrumban a foszfinnak a jeleit találja az ember, akkor azt igencsak komolyan kell venni, és ilyen értelemben biosignature-nek, vagy biomarker, tehát biológiai aktivitást jelző részecskének kell tekintenünk, egyszerűen azért, mert tényleg mondom, a vegyészek a Földön nem nagyon tudnak jelenleg olyan folyamatot, ami élet jelenléte nélkül elő tud állítani nagy mennyiségben foszfint. Tehát a Vénusz felső légkörét hírbe hozták azzal, hogy élet van rajta. Most egyébként időközben több kéte is felmerült azzal kapcsolatban, hogy ezek a tudományos eredmények hitelesek-e. Ugye vegyük észre, hogy eleve, amikor az ember a Földről figyel meg mondjuk rádiótávcsövek rendszere segítségével valamit, ami a Vénusz légkörében van, akkor ahhoz óhatatlanul is a Föld légkörén is keresztül kell néznünk. Ugye ez önmagában egy nehezítés, például az űrkorszaknak is ez az egyik fő motivációja, vagy az űrcsillagászatnak nyilván, hogy amikor az ember a Föld légkörén keresztül néz, az mindenfélét behoz. Hogyha ilyen nagyon érzékeny jelekről van szó, és különösen arról, hogy
biomarkereket keres az ember, ráadásul nem is feltétlenül olyan bődületes mennyiségekben, akkor nyilván halmozottan felerősödik ez a probléma, hogy keresztül nézünk a Föld légkörén. Természetesen a rádiócsillagászok, akik ezzel foglalkoznak, ezek nem hülyék, tehát nyilván csinálnak kontrollméréseket ezernyit, hogy ki tudják vonni azt a hátteret, amit a Föld légköre jelent, tehát olyan mérést, amikor nem a Vénusz felé fordítják a tányért, hanem más felé, felvesznek úgymond egy ilyen hátteret, ami lényegében a Föld légkörét jellemzi, és akkor a Vénuszos adatokból azt kivonják, de persze azért mindig előfordul, hogy bennmarad ez az, aztán persze az is van, hogy valójában ugyanazt a spektrum vonalat nem feltétlenül csak egy molekula tudja előállítani, hanem ahhoz nagyon közeleső rezgéseket tulajdonképpen más molekulák, más vegyületek is tudnak produkálni, és akkor néha hibás az interpretáció, néha pontatlan a mérés, és akkor végül is nem is ott van az a spektrális csúcs, és ha nem ott van, akkor már más molekulának az új lenyomataként azonosítandó be. Szóval hát ez egy bonyolult dolog. A lényeg az, hogy ahhoz képest, hogy egyébként az 1960-as évek óta többek között a híres csillagász Carl Sagan működése óta egyébként egy visszatérő téma az, hogy a Vénusz légkörében lehet élet. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy ezt most jelen pillanatban még nem vagyunk ennek a megválaszolásához közelebb. A Vénusz felszíne, amiről azt mondtam, hogy még a század elején, és azt mondanám, hogy talán még az 1950-es években is eléggé jó dolgokat hittek az emberek, tehát tényleg ilyen azt hitték, hogy egy dzsungel, tehát hogy tulajdonképpen hogy őserdő burjánzik a Vénuszon, tényleg ilyeneket lehetett elképzelni. Hát keserves csalódást okozott ez ügyben az űrkorszak. Ugye amikor az 1960-as években elkezdtek az első űrszondák repülni a Vénuszhoz, először csak ugye elrepültek mellette, hogy ez szokás, az első űrszonda, ami ténylegesen eljutott a Vénusz közelébe, az az amerikai Mariner 2 volt, 1962-ben hajtotta végre ezt a Vénusz flyby, tehát olyan értelemben tudott adatokat gyűjteni a Vénuszról, hogy elrepült a Vénusz közelébe, csinált néhány fényképet, meg hőmérsékletméréseket és hasonlókat. Hát ebből aztán már elkezdett nyilvánvalóvá válni, hogy nagyon sok minden, amit a Vénuszról gondoltak, az nem úgy van. Például az már az első képekből nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a bolygónak a felszínét nem lehet látni, mert az egészet egy nagyon-nagyon vastag felhőt takaró borítja. Tehát tulajdonképpen teljes mértékben átláthatatlan felhőtakaró. Aztán az is gyorsan kiderült, hogy ebben piszkosul meleg van itt ezen a bolygón, tehát a hőmérsékleti sugárzása közelről a Vénusznak az felfedte, hogy bár a felszínét nem látja a szonda, de már akkor megtippelték, hogy hát azért ott a 300 foknál melegebb kell, hogy legyen a felszínen. Most ma már tudjuk egyébként, hogy jellemzően olyan 478, akár 500 fok is lehet a Vénusz felszínén. Úgyhogy hát ilyen értelemben nyilvánvaló, hogy az általunk ismert formái az életnek nem képzelhetők el a felszínén. Na most az is egy érdekes kérdés volt egyébként, hogy ez a bolygó, ez hogyan forog a tengelye körül, éppen amiatt, mert ugye a felszínét nem lehet látni. Tehát a csillagászok, ahhoz képest, hogy a Vénusz relatíve tök jól megfigyelhető, mert közel van hozzánk, és annyira viszont nincs közel a naphoz, hogy olyan megfigyelési nehézségekbe ütközön az ember, mint mondjuk a Merkur esetében. A Merkur az túl közel van a naphoz, ez azt jelenti, hogy az égen is nyilván a napkorong közelében van. Tehát ezek szerint a Merkurt azt vagy közvetlenül napnyugta után, vagy közvetlenül napkelte előtt lehet megfigyelni, attól függően, hogy éppen a csillagnak melyik oldalán van. Ugye, a 88 nap alatt kerüli meg a napot a Merkur, de mindig közel van a naphoz, tehát mindenképpen szürkületben figyeli meg az ember a Merkurt, ami igencsak lerontja mindenféleképpen az észlelést, hiszen a szürkület az nem csak azt jelenti, hogy szóródik a fény, hanem például még ha rádiótávcsővel is próbálja például az ember megfigyelni a Merkurt, akkor is nyilván alacsonyan van a horizont fölött a Merkur értelemszerűen. És hát akkor viszont keresztül kell nézni egy csomó levegőn nyilván. Tehát ha nyilván alacsony szögben látunk dolgokat, akkor vastagabb levegő rétegen kell keresztül nézni oldalirányba, mint fölfelé. Ugye ezt könnyen lerajzolgathatjuk magunknak. Szóval a Merkur megfigyelése problémás. A Vénusz ugyanakkor tök jól megfigyelhető, mert igaz ugyan, hogy esthajnal csillagnak hívja a népnyelv, ami megint csak ebből ered, hogy valóban csak este és hajnalban lehet látni. De azért az eléggé eltávolodik a naptól ahhoz, hogy elég magasra fel tudjon jönni az égen ahhoz, hogy könnyebben megfigyelhető legyen. Tehát
Konkrétan egyébként már Galilei idejében, aki ugye először használt távcsővet csillagászati célra a 17. században, ugye már ő megállapította azt, hogy hogy a Vénusznak fázisai vannak, ugye, mint a Holdnak, tehát, hogy néha kifli alakú, néha nem is látszik. Hát teli Vénusz nem nagyon láttunk, ugye, meg a nap túloldalán volna, vagy nagyon közel a naphoz, ezt nem vennénk észre, de a lényeg az, hogy a Vénusz fázis változásokat mutat, ezt megfigyelték már, és egyébként hogy mondjuk, a 18. században ez a Mikhail Lomonoszov nevű szovjet az egyik ilyen Vénusz átvonulás alkalmából, amikor a Vénusz átmegy a napkorong előtt, 1770-es években megfigyeltek egy ilyet. Egyébként ezt ugye James Cook is megfigyelte, és akkor melléktermékként felfedezte Ausztráliát, meg Pápua Új-Gineát, azt hiszem, tehát, hogy nagy tudományos expedíciókat terveztek a világ minden tájára, hogy a Vénusz átvonulást a nap előtt megfigyeljék. Ennek az volt a célja, hogy lényegében ebből lehet kiszámolni, hogy mekkora a naprendszer. Mindegy, a részletekben nem menjünk bele, de a Vénusz légköre szempontjából az az érdekes, hogy éppen amiatt, hogy a Vénusznak van egy jó vastag légköre, emiatt a Lomonoszov, aki megfigyelte ezt a Vénusz átvonulást, azt vette észre, hogy amikor a Vénusz korong már kilépett a nap előtt, és nézte távcsővel, vagy hát nyilván nem távcsővel, hanem kivetítette a képét, ugye értelemszerűen még egyszer nap előtt vonul át a Vénusz, tehát nappal történt ez a megfigyelés, ugye? Tehát nem egy triviális ügy, mert ugye távcsővel nem nézegeti az ember a napot és környékét. Mindegy, kivetítette, és azt vette észre, hogy a Vénusz lényegében egy gyűrűként fény lett akkor is, amikor már nem volt a nap előtt. És ez azért történt, mert hogy, és ezt helyesen rájött erre, hogy ez azért történt, mert hogy a Vénusznak van légköre, és bár a Vénusz már kijött a nap előtt, de a nap korongon még szóródik a napfény, és ezért az nekünk úgy tűnik, hogy ott ragyog. És helyesen ilyen módon felfedezte, hogy ennek a bolygónak van légköre, mégpedig valószínűleg elég sűrű, mert hogyha így szűrődik rajta a napfény, akkor valószínűleg az egy komoly dolog. Tehát ezt a földlakók ezt a 18. század óta tudják, és hát mondom még egyszer, hát nagyon szép reményeket tápláltak az iránt, hogy mi a helyzet a Vénuszon, de hát ezeket a 60-as évekbeli űrszondák azok szépen lassan, de biztosan lerombolták, mármint ami a Vénusz felszínét illeti, de még egyszer, ugyancsak a 60-as években meg előjöttek ezek az elméletek, például a Carl Sagan által emlegetett elmélet, hogy a Vénusz felső légkörében azért lehet élet. A felső légkörében levő életet azt valahogy úgy kell elképzelni, hogy valami olyan lények, amik kis ballonokként lebegnek, vagy egyszerűen csak mikroszkopikus egysejtű lények, amik ott sodródnak, és ugye nem süllyednek le, mert a sűrűségük olyan, hogy azon a szinten tartja őket. Egyébként a Vénusz légköre annyira sűrű, amint erről majd még sokat fogok beszélni, hogy 60 kilométeres magasságban körülbelül ugyanolyan a légkör nyomása, mint a Földön a tengerszinten. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a Föld légkörében, ha felmegyünk 60 kilométerre, az már szinte az űr, tehát ott már szinte tökéletes vákum van, az már a stratoszféra teteje fölött van, tehát a 60 kilométer, az minden szempontból űrszerű. Én értem, hogy az űrnek a határát, az például 80 kilométeres vagy 100 kilométeres magasságban szokás meghúzni ízlés szerint, de ugye nyilván az űrnek sehol sincs egy éles határa, hanem egy egyre ritkuló exponenciális ütemben egyébként, tehát nagyon exponenciális függvény szerint ritkuló sűrűség, illetve nyomás van a légkörben, hogy fölfele megyünk. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen hát 60 kilométer magasságban űrszerű viszonyok vannak a Föld légkörében. Sötétség van nappal is, látjuk a csillagokat az égen, látjuk ott lent a Föld légkörének azt a részét, ami sűrű, és akkor azt látjuk olyan kékes sávként, tehát pont ugyanúgy néz ki, mint az űrfelvételeken, amiket megszoktunk. Ez a Föld. Ehhez képest a Vénusz felszíne fölé, hogyha 60 kilométerrel emelkednénk, akkor ott egészen olyasmi viszonyokat találnánk, mint ami a Földön itt van a felszínen. Tehát ott aztán tényleg azt látnánk, hogy ott annyi a nyomás, mint nálunk a tengerszinten, 60 km magasan, és hát ennek megfelelően, ahova nézzünk körbe, kék az ég, mert kb. A sűrűsége a légkörnek is ott olyasmi, mint nálunk, és ennek megfelelően szóródik rajta a fény. Tehát szép kék eget lehet ott látni, és nem véletlen, ugye, hogy fel is vetődött
távlati jövőbeli tervként, hogy a Vénusz légkörében lebegő, felfújható űrállomásokon, vagy ballonállomásokon ott lehetne lakni, esetleg kolóniákat, kolonizálni a Vénusz légkörét, ha majd egyszer nagyon ráérünk. Na, szóval a lényeg az, hogy a Vénusz felszíne az rettenetesnek bizonyul, de már egészen korán elkezdtek azon spekulálni, hogy mi a helyzet a magas légkörben. Azt azonban, annak ellenére, hogy mondom már Galilei, meg Lomonoszov, meg már ezek a korai úttörők nagyon jól meg tudták figyelni a Vénuszt, és azt is tudták, hogy légköre van, de az, hogy a Vénusznak mennyi a tengelyforgási ideje, az nagyon sokáig vita tárgya volt, és most már látjuk, hogy ennek pont az az oka, hogy a felszínét nem lehet látni. Tehát azt jól meg tudták figyelni már a 20. század legelején is, hogy a Vénusz úgy tűnik, mintha 4 nap alatt megfordulna. És ezt nagyon sokáig el is hitték, hogy hát igen, úgy tűnik, hogy a Vénusznak a tengelyforgás ideje 4 nap. Azonban, amikor jöttek a radar csillagászati műszerek, amik konkrétan a Földről, meg aztán űrszondákról nézve keresztül láttak a Vénusz felhőzetén, tehát konkrétan felszíni alakzatokat tudtak követni, akkor valami teljesen más dolog jött ki. És persze nagyon nehéz megfigyelni egyébként ezt a dolgot, de majd mindjárt elmondom, hogy miért, de a lényeg az, hogy a valóság az, hogy bár a felhőzet az valóban 4 nap alatt megfordul a Vénusz felszíne fölött, viszont a felszín maga az csak 243 földi nap alatt fordul meg. Na most az, hogy 4 nap alatt körbe megy a felhőzet, és a felszín az ehhez képest gyakorlatilag áll, mert hát az 243 nap alatt fordul meg, abból ugye az jön ki, hogyha kiszámolja az ember, 4 nap alatt kell megtenni egy Vénusz átmérőnyi, vagy Vénusz kerületnyi utat tulajdonképpen a szélnek, vagy a szállított levegőnek, vagy hát nem levegő az természetesen, hanem gázok, amiből a légkör van. Tehát bocsánat, ha levegőzöm a Vénuszt, akkor mindenki tudja, hogy ez nem a földi értelmet levegőre mondom. Tehát akkor az jön ki, hogy ez egy 100 méter per másodperces szél. Tehát egy másodperc a 100 méter, ez egy igen durva orkán erejű szél, ami folyamatosan kell, hogy fújjon a Vénuszon, legalábbis a Vénusz felső légkörében, ahol a felhők mennek körbe. Most egyébként érdekes, hogy a Vénusz forgásának a megállapítása azért is volt rettenetesen nehéz, mert a Vénusz forgási periódus ideje és a Föld keringési periódus ideje az 2-3 arányban csatolódik nagyjából. Vagy ami azt jelenti tehát, hogy a Föld az 3-szor kerüli meg a napot annyi idő alatt, amíg a Vénusz 2-szor megfordul a tengelye körül. Tehát amikor éppen ideális helyzetben van a Föld a Vénuszhoz képest ahhoz, hogy jó minőségű radar felvételeket lehessen a Földről csinálni a felszíni alakzatokról, éppen ahhoz, hogy meghatározzák a tengelyforgási időt, akkor nagyjából mindig ugyanaz az oldala fordul a Vénusznak felénk. És emiatt aztán eléggé nehéz volt a dolog. Egyébként még fun fact, hogy ez a 243 nap, ez egyébként hosszabb, mint a Vénusz keringési ideje a nap körül, tehát a Vénuszon ilyen értelemben 1 nap, az hosszabb, mint 1 év. Ami praktikusan, ha belegondolunk, azt jelenti, hogy hát a naphoz viszonyítva, ugye a Vénusz lényegében visszafelé forog. Ugye? Hiszen még egyszer, a tengelyforgás ideje lassabb, mint a keringési ideje, tehát emiatt praktikusan egy retrográd visszafelé tartó forgást végez a tengelye körül a csillagokhoz képest. Úgyhogy hát ez érdekes. Na most, oké, a Vénuszt megfigyelték a 60-as évek korai űrszondái, de aztán gyorsan az lett a cél, hogy le kéne szállni a felszínre. Ez elsősorban a szovjeteknek volt a vágyálma, tehát a szovjet űrprogram az nagyon ráállt a Vénusz kutatásra, és hát fantasztikus sikereket is értek el, tehát a Venyera 4 például, Venyera oroszul azt jelenti, hogy Vénusz. Tehát nem nagy fantáziával nevezték el ezeket az űrszondákat, a Vénuszra menő űrszondákat Vénusznak, a Marsra menő űrszondákat Marsnak, a Holdra menő űrszondákat Holdnak nevezték oroszul. Ugye Venyera, Mars és Luna ezek voltak, tehát nem kellett túlbonyolítani a dolgokat. Szóval a 4-es számú Venyera űrszonda az már belépett a Vénusz légkörébe, de hát olyan mostovák voltak a viszonyok, hogy útközben elhallgatott, viszont a Venyera 7 1970-ben már eljött
jutott a felszínre, és ott tudott működni egészen 23 percig. Na most ez a 23 perc az elég volt ahhoz, hogy megmérje, hogy 477 Celsius fok a hőmérséklet, és a nyomás az pedig brutális 90 atmoszféra, tehát a földi légnyomásnak a 90-szerese. Most ezt nem is bírta nagyon sokáig az űrszonda. Azért vegyük észre, hogy ez a 477 Celsius fok, ez a vörös izzás kezdeti hőmérsékletei, tehát itt azért az űrszondák azok, főleg azok az űrszondák, amilyen elektronikákat tartalmaztak, ezek a 60-as, 70-es évekbeli szerkezetek, azok olyanok voltak, hogy amikor a belső hőmérséklet elérte a 60 fokot, az űrszonda belsejében a hőmérséklet elérte a 60 fokot, akkor azért ezek kikapcsoltak. Most nyilván azért ezeket ilyen termosztát, tehát egy kuktának kell elképzelni egy vénuszi leszálló egységet, lényegében kicsit leegyszerűsítve van egy kukta, és van egy ejtőernyő, ami kinyílik, és ez így lelengedezik, és útközben mér mindenfélét. Meg ugye a Venyera 7 esetében a felszínen is, ő még nem készített fényképeket, De 23 percet elműködgetett. Most egyébként a 90 atmoszféra, amit mondtam, az persze egy óriási nyomás, de azért tegyük kontextusba, hogy például az óceánajzathoz képest ez kicsiny. Tehát tudjuk jól, hogy vannak tengeralattjárók, amik lemennek akár a Mariana-árokba, vagy az óceán legmélyebb részeire. És hát, hogyha kiszámoljuk, hogy mondjuk 5 km vastag óceánnal számolunk, például a Földön, kiszámoljuk az ebből adódó hidrosztatikai nyomást, akkor ha nem számoltam el valamit, akkor valami olyasmi, akkor olyan 500 atmoszférán nyomás jön ki egy 5 kilométeres mélységben az óceánon, ahol egyébként simán közlekednek emberkészítette, sőt ember vezette tengeralattjárók is. Tehát ilyen értelemben itt nem a 90 atmoszféra az igazi nagy szívás, hanem a 477 Celsius fok, amit mért a Venyera 7. Úgy ezt a 23 percet ennek más, hanem a 477 Celsius fok, amit mért a Venyera 7. Úgy ezt a 23 percet ennek fényében nézve azért ezt igencsak értékelnünk kell, de aztán ezen sorra javítottak a későbbi szovjet szondák. Két évvel később a Venyera 8 nevezetű már 50 percig működött a felszínen, és aztán jöttek a nagy híres nevezetes űrszondák a 75-ös programban, a Venyera 9 és 10, amelyek már fényképeket készítettek a felszínen, és azok rendre 53, illetve 65 percig működgettek, de aztán jött a Venyera 11 és 12 is, szintén remek sikeres leszállóegységek voltak, utóbbi már 110 percig, tehát majdnem két óráig működött, tehát azért érezzük, hogy ez azért nem ideális, főleg, hogyha összevetjük azzal, hogy a Mars felszínén egyébként, például, hogy más nem mondjunk, ugye a Curiosity Marsjáró az épp most augusztusban ünnepelte a marsi leszállásának a 10. évfordulóját, és még simán benne van így kb. Ugyanennyi. Ugye? Tehát a Mars felszínén az űrszondák azért eléggé sokáig el tudnak működgetni. A Vénuszról láthatóan ez nem mondható el, elsősorban amiatt, hogy a 477 Celsius fok az tönkreteszi a dolgokat. Na most mit mértek ezek az űrszondák? Ugye azt mérték ezek az űrszondák, hogy ahhoz képest egyébként, hogy látjuk, hogy a felhőzet 4 nap alatt fordul körbe, ami tényleg azt jelenti, hogy 100 méter per másodperces szelek vannak, de szerencsére ezek nem a felszínen vannak, tehát lefelé menetben az űrszondák, a Venyera 9-10 például azt mérte, hogy valóban ilyen 80, akár 100 méter per másodperces szélsebességek is vannak, de ezek olyan 40 kilométeres magasság fölött jellemzőek, és ahogy szépen ereszkedik lefele onnantól az űrszonda, ott egyre inkább lényegében lineárisan csökken a szélsebesség, és a 10 kilométeres magasság alatt a szélsebesség tulajdonképpen nagyon enyhévé válik, nagyon kicsivé. Enyhe szellőket figyeltek meg az űrszondák, 1 méter per másodperces vagy annál is kisebb szélsebességeket, ami igen kényelmes volt. Na most ehhez képest valamelyest meglepő volt, hogy amikor a Venyera űrszondák ezek a 9 és 10-től kezdve elkezdtek fényképeket készíteni a Vénuszról, akkor miket láttak? Ugye, meg miket mértek a kőzetek összetételéről? Hát egyrészt ugye voltak nekik ilyen gamma detektoraik, amikkel megmérték a kőzetek természetes radioaktivitását, és például a Venyera 9 és 10 olyan kőzeteket talált, amik bazaltszerű összetételt mutattak, olyasmit, mint ami a Földön egyébként az óceáni medencékre jellemző anyag összetétele. De előfordultak gránit-szerű mérések is, a Venyera 8 mért például olyan kálium-urán és tórium gyakoriságokat, amelyeket a földi gránitokban tapasztalnak. A gránit az viszont egy kontinentális kőzet, nem egy tengerajzaton jellemző kőzet. De az a szép, és az az érdekes, hogy a Venyera 9 és 10 adatai bár bazaltszerű kőzetre utaltak, de hogyha az ember megnézi a képeket, hogy ezek a kövek hogy néznek ki, ott bizony
hát erózióra utaló valamiket látunk, minthogyha a szél lekerekítette, lecsiszolta volna a kőzeteket, ami elég meglepő annak fényében, hogy most mondtam, hogy a Vénusz felszínén igazából ilyen 1 méter per másodperces szellők a jellemzőek. Tehát nehéz elképzelni, hogy ez hogy kerekítette le, meg hogy morzsolta szét tulajdonképpen ezeket a kőzeteket, miközben tudjuk, hogy a bazalt amúgy az egy kemény anyag. Persze, ne felejtsük el, hogy a Vénusz légköre az nagyon sűrű. Tehát még ha kicsi is a szellő, azért az azáltal, tehát a szélsebesség az kicsi, de azért vegyük észre, hogy az anyag, ami ott áramlik, azért az lényegesen sűrűbb, mint hogy a Földön áramló anyag, mert mondjuk a Vénusz felszínén, ha kiszámoljuk a hőmérsékletből és a nyomásból, akkor az van, hogy az jön ki, hogy a Vénusz felszínén a levegőnek a sűrűsége az 50 kg per köbméter. Most ehhez képest ugye a Földön 1,2 kg per köbméter jön ki a tengerszintre, tehát egy 50-szer sűrűbb légkör van, tehát még ha a szélsebesség az kicsi is, lényegében a dinamikai nyomás, amit az áramlás okoz, abban nyilván a sűrűség is benne van, ami és akkor persze az már nyilván azért az már úgy komolyabb, de azért még így is egy kicsit érdekes ez a sok erózióra utaló nyom, ami egyfelől arra is utalhat, hogy azért néha azért vannak bazi nagy viharok. Lehetséges, ezt nem figyelték még meg, de elképzelhető, hogy mondjuk, mit tudom én, évszázadonként van egy nagy vihar. Ezt most csak úgy mondtam hasból, tehát nyilván nem tudjuk, hogy milyen gyakran vannak viharok, ilyeneket még nem figyeltek meg az űrszondák, de elképzelhető, hogy van egy marha nagy vihar, és egyébként a nagy légsűrűség miatt, amit mondtam az előbb, hogyha egyszer felkap egy részecskét a szél, akkor az nagyon-nagyon sokáig sodródik, tehát brutális eróziós hatása lehet, mert nagyon lassan süllyed le ugye ebbe a sűrű légkörben. Nagyjából úgy kell elképzelni egyébként, mint a Földön a vízben ülepedő részecskéket. Tehát tényleg a Vénusz légköre az olyan sűrű, hogy tényleg kicsit úgy képzelhetjük el, mint ha valami folyadékban mennének a részecskék. Tehát, hogyha egy nagy szél, az néha van mégis nagy szél, és akkor az felkap valami morzsalékot, ezt nekicsapja más köveknek ilyen nagy erővel, akkor azért az tud brutális eróziós hatást csinálni. De egyébként az az érdekes, hogy elképzelhető, hogy nem is ez a sztori. Tehát, hogy igazából az nem egy, bár bazaltszerűnek tűnik az összetétele, de az mégsem egy olyan kőzet, mint amit ott látunk a tengerrajzatokon a Földön, hanem, és akkor ez az izgi, elképzelhető, hogy az egész Vénusz felszínt tulajdonképpen vulkáni hamu borítja. És ettől ilyen porózus, hogy amiket mi ott látunk kőzet alakúnak összeállva, azok igazából ilyen vulkáni hamu csomók. Na most, hogy a túróba képzelhető el egy olyan bolygó felszín, amit különböző, elég nagy területeken úgy tűnik vulkáni hamu borít? És ehhez kapcsolódó másik érdekes kérdés, hogy mitől tűnik annyira fiatalnak a Vénusz felszíne, hogy alig van rajta kráter? És a harmadik kérdés, hogy mitől ilyen brutális a viszony a felszínén, szemben mondjuk a Földdel. Tehát mitől van ott 90 atmoszféra nyomás, és mitől van ott 500 fok? És hát ugye ezek mind összefüggnek, és mind nagyon fontos ezt megértenünk, hogy tud egy bolygó ennyire elcsesződni tulajdonképpen. Ami jó helyen van, és valószínűleg jó kezdeti feltételekkel rendelkezett, pont olyanokkal, mint a Föld. Mi történt a Vénusszal? Na és akkor itt egy ötlet, hogy bizony elképzelhető, hogy az a sztori, hogy egyébként mondjuk olyan 4,6 milliárd évvel ezelőtt, amikor elkezdődtek kialakulni a bolygók a naprendszerbe, beleértve a Földet is, akkor a Vénusznak még olyan értelemben normális légköre volt, hogy nem volt ilyen rettenetesen sűrű, és akkor viszont az történt, hogy hatalmas vulkánkitörések álltak elő, amik az egész bolygóra kiterjedtek. Most ehhez azt kell érteni, hogy a Vénusznak nagyon vastag a kérge. A Vénusznak nagyon vastag kérge van, ami azt jelenti, hogy a magma az nem tud magának olyan könnyen utat találni.
hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, azt nehéz megérteni, mert például a Vénuszon úgy tűnik, hogy lemeztektonika sincs, de azt mondják a földtanosok, hogy a Földön azért van lemeztektonika, tehát azért mozognak a kéreglemezek, mert a kőzetek tele vannak vízzel, és a víz, azt túl nem gondolunk bele amúgy, de tényleg egyébként a kőzetekben van benne csomó víz, ami ott olyan viszonyok között, mint ami a Föld belseje, ott a, vagyis hát a magmának, meg a kéreglemeznek a határvidéke, ahol ugye egymás alá bebuknak például a kéreglemezek, meg ilyesmik történnek. A lényegében a víz egyfajta kenőanyagként viselkedik, és ez lehetővé teszi a lemezek egymáshoz képesti mozgását. A Vénuszon nincsen lemeztektonika, ezt nem tudjuk, hogy mi a sztori, mert lehet, hogy régen volt víz. Mindenképpen az van, hogy jelenleg nincs lemeztektonika, és az viszont tuti, hogy baromi vastag a Vénusznak a kérge. És emiatt azt nehezebb úgymond vulkáni tevékenységgel átlyukasztani, viszont elképzelhető, hogyha egyszer aztán a magma nagyon úgy dönt, hogy ki akar törni, akkor nincs más útja, nincs más lehetősége, mint hogy tulajdonképpen az egész kérget lerobbantja a fenébe. Nem feltétlenül azt jelenti ez, hogy kirepül az űrbe, bár nyilván egy része kirepül az űrbe, de lényegében úgy kell elképzelni, mintha az egész Vénusz felszín egyszerre egy marha nagy vulkán kitörésé válna, és akik ezt az elméletet támogatják, azok azt mondják, hogy ennek az a jellemző időskálája, hogy ez olyan 400-500 millió év. Tehát fél milliárd évente jellemzően a Vénusz felszíne egyben egy vulkánként felrobban. A Földön is láttunk olyan lemeztektonikai helyzetet, hogy a földtörténetben, hogy mondjuk India összes vulkánja egyszerre tört ki. Tehát ilyenekről tudunk a földtörténetben. Most ugyanezt, ha bolygó léptékben elképzeljük, akkor az a Vénusz. Na most, hogyha ez történt, az egyrészt, mert ha ez történik, lehet, hogy ez történik minden 500 millió évben. Most ebből ugye az következik, hogy a Vénusz felszíne mindig megújul, teljes egészében megfiatalodik fél milliárd évenként. Másrészt ugye vulkáni hamu borítja lényegében az egész felszínt. Ez magyarázza azt, hogy a alacsony szélsebességek ellenére miért vannak mégis ilyen erózió által lemorzsoltnak tűnő kőzetek, amik összetételükben bazaltosak, de mégsem úgy néznek ki, mint egy bazalt. Hát ennek egy megoldása lehet, hogy amit látunk, az tulajdonképpen inkább közel áll a hamuhoz, a leülepedett vulkáni hamuhoz, ami abból származik, hogy az egész felszín ilyen módon egy brutális vulkán kitörésen esett át. Ezek mind csak elméletek. De nagyon érdekes elméletek természetesen. Az meg nyilvánvaló, hogy amikor a vulkán kitörés hatására bekerül egy csomó gáz a légkörbe, akkor ugye elkezdődik ez az elszabaduló üvegház hatás. Most gondoljunk arra, hogy a Vénusz egyébként főleg széndioxid légkörrel rendelkezik, tehát a légkörének a 95%-a széndioxid, ehhez nyomokban van egy kis nitrogén, oxigén, kén-dioxid, meg, de ezek ezrelékekben mérhetők, a víz is ezrelékekben mérhetők. Tehát a Vénusz egyébként a felhőtakarója az fényes, tehát a napfénynek a nagy részét visszaveri, tehát 0,8 a Vénusz albedója, az azt jelenti, hogy a ráeső napfény 80%-át visszaveri, tehát emiatt azt gondolnánk, hogy tök kellemes hely is lehetne, hiába van közel a naphoz, de nem, mégis nagyon meleg, és hát persze ez az elszaladó üvegház hatás, runaway greenhouse effect, nem tudom, talán megszaladó inkább magyarul, vagy nem tudom, fékevesztett üvegház hatás az, amit ezt a bolygót ilyen módon eldurvította. Kérdés, hogy mi történt a vízzel? Mert hát alig, hanem a Vénuszon is volt víz. Miért ne lett volna? Mert azért mondom, hogy miért ne lett volna, mert a Földön is azért van valószínűleg víz, mert a naprendszer kezdetekor ráesett egy csomó jégből is álló üstökös mag, üstökös a Földre. Ugyanezek nyilván a Marsra is ráestek, ahol látjuk egyébként, hogy volt folyékony víz, sőt fagyott víz, az még most is van a Marson, ugye a pólusoknál. A Vénuszra is nyilván ráestek ugyanezek az üstökösök. Most ami előtt elkezdődtek ezek a brutális vulkáni ízék, mondtam, hogy a Vénusz légkör olyan kultúrát légkör volt, tehát akkor lehetett rajta simán folyékony víz is. És aztán mi történt? Ugye elkezdődött ez a rengeteg széndioxid, ami mondjuk egy ilyen szuper vulkán kitörés rendszer eredményeképp bejutott a Vénusz légkörébe, és akkor elindult a jó kis üvegházhatás, amit a Földről jól ismerünk, csak itt ugye extrém, még minden földi példánál extrémebb mértékben.
Mert hogy az történt, hogy ugye a meleg hatására egyszerűen vízgőz keletkezett. Ez a vízgőz maga is egy üvegházgáz, a Földön is a legfontosabb üvegházgáz a vízgőz, mielőtt valaki azt hinné, hogy a Földön a legfontosabb üvegházgáz a széndioxid, nem, gyenge második, a vízgőz felelős a földi üvegházhatás legnagyobb részért. A Vénusz esetében ugye az, hogy vízgőz került a levegő vagy a légkörbe, az is nyilván tovább fokozta az üvegházhatást, ám, de ha a felső légkörbe feljut, akkor viszont ott nagyon éri a napból jövő UV-sugárzás, hiszen ne felejtsük el, hogy itt nagyon közel vagyunk a naphoz már, a földhöz képest. Az UV-sugárzás ugye az meg szétszedi a víz H2O molekulát, szétszedi hidrogénre és oxigénre, és a hidrogén persze az meg pici, és elszökik. Tehát lényegében nem tartja meg a bolygó gravitációja, a kis tömegű hidrogént a megadott sebességgel, úgyhogy ő szépen elszökik, és akkor marad az oxigén, amit persze meg majd fölvesz a széndioxid. Tehát ez eredményezi azt, hogy a jelenlegi Vénusz légkörben a Venera szondák mérései szerint a H2O, a víz az csak ezrelékekben mérhető. Viszont az 1993-ban publikáltak az amerikaiak a Pioneer Vénusz űrszonda eredményei alapján egy nagyon érdekes dolgot, ami arra utal, hogy régebben tényleg sokkal több víz lehetett a Vénusz felszínén. Egyszerűen abból csinálták ezt, hogy a Vénusz felső légkörébe, amikor már a élete végén a Vénusz körülkeringő űrszonda már bemerülgetett a felső légkörbe, és tudott ott összetételeket mérni, akkor azt is meg tudta határozni, hogy a Vénusz felső légkörében a hidrogénnak és a hidrogénnek a nehezebb változatának, amikor ugye a hidrogén magját képező proton mellett egy neutron is van, ugye ezt deuteronnak hívják, de egy deutériumnak, hogyha van körülötte elektron is. Tehát a lényeg az, hogy a hidrogén-deutérium arány azt jelzi, hogy mivel a deutérium az nehezebb, mint a sima hidrogén mag, ezért vagyis mint a sima hidrogén, ezért értelemszerűen az kevésbé szökik meg, mert nehezebb, tehát nem tud olyan könnyen megszökni. Most azt lehet tudni, hogy mi a hidrogénnak és a deutériumnak az egymáshoz viszonyított természetes aránya. Itt viszont sokkal több volt a deutérium a hidrogénhez képest, értjük miért, azért, mert ő nehezebben tudott elszökni. A hidrogénből azért volt kevesebb, mert ők már elszálltak, mert könnyűek voltak. És akkor ebből az arányból viszont arra lehetett következtetni, hogy régen a becslésekből számoltnál még több víz kellett, hogy legyen a Vénusz felszínén, nagyjából 150-szer több, mint most, ami konkrétan azt jelenti, hogy az egész Vénusz felszínt olyan 20 méter vastag vízréteg boríthatta volna korabeli viszonyok között, amíg ez a elszaladó üvegházhatás nem történt meg. Bekapcsolom a telefonokat, mert ezt szoktuk csinálni 3/4-kor. 215-37-73 a szokolébresztő telefonszáma, de közben mesélek tovább azért a Vénusz légköréről. És hogy mit... Ja, még van egy nagyon durva légköri elektromosság, tehát egyébként ebben a légkörben olyan elektromos kisülések is vannak, hogy a Venera 12 például egy 15 percig tartó elektromos kisülést érzékelt. Szóval azért itt azért a műszerek ki vannak téve ennek-annak, nem is emlegetve még azt, hogy egyébként az emlegetett széndioxidon, nitrogénen, oxigénen, kén-dioxidon és vízgőzön kívül azért akadnak még durva dolgok a Vénusz légkörében, például ott van a fluorkénsav, HSO3F, ami a naprendszerben előforduló legreakcióképesebb anyag, ez tulajdonképpen mindent felold, tehát hogyha az ráesik egy űrszondára, akkor persze baj van, és akkor felmerül a kérdés, hogy oké, a Vénusz légköre az rettenetesen érdekes hely, a Vénusz felszíne is nagyon érdekes, tök jó lenne oda küldeni például egy szeizmométert, egy rengésjelző műszert, hogy a Vénusz belsejében levő folyamatokat feltérképezzük, azzal ugyanis megérthetnénk, hogy igaz-e ez az egész elmélet, ami azt mondja, hogy a Vénusznak van egy nagyon vastag kérge, és ez nagyon segítene minket annak a megértésében, hogy tényleg igaz-e ez az ötlet, hogy 500 milliárd évente tulajdonképpen lerobbantja a saját felszínét a Vénusz, és új életet kezd, mint egy vedlő állat. Na, de persze ahhoz olyan űrszonda kéne, ami mondjuk nem 2 óráig, hanem mondjuk hónapokig, optimális esetekben akár évekig, de minimum programként egy hétig elműködget a Vénusz felszínén. Na már most. Tehát ez tényleg ilyen hónapos éves skála lenne a cél. Na most ugye az a probléma tényleg, hogy a szilícium alapú elektronikák, amik ugye a
műszerekben szoktak lenni, azok hát olyan 200 Celsius fok fölött azok lehunják a kicsi szemüket. Nyilván persze hőszigetelést lehetne csinálni, tehát olyan űrszondát lehet leküldeni, hogy a belsejébe sose menjen 200 fok fölé a hőmérséklet, de hát akkor persze egy bazi nagy űrszondáról van szó, szigetelés kell hozzá, meg aktív hűtőrendszer, meg mindenféle. És az persze olyasmi, ami egy-kettőre olyan több milliárd dolláros projekté válna, amit senki nem tud finanszírozni, még a NASA sem. Na most ugye az a helyzet, hogy azért szerencsére az elektronikai ipar az előre megy, mert most már például ott van a szilícium karbid technológia, ami egy olyan ötvözet, hogy, vagy egyébként ilyen még a gallium nitrid, ami lényegében olyan ötvözetek, amik 500 Celsius fokig működő áramkörök gyártására alkalmasak. Tehát igazából elképzelhető, hogy ehhez lesz valami technológia. Most egyébként érdekes, hogy ahhoz képest, hogy közel vagyunk a naphoz, az energiaellátás is egy nehéz ügy, mert olyan sűrű ez a légkör, hogy igazából csak néhány watt per négyzetméternyi jut le a felszínre, tehát igazából napelem táblákkal üzemeltetni a Vénusz leszálló egységet, az mindenképp egy elég rossz elképzelés, akkor már inkább a múltkori Voyager-es adásban emlegetett radioizotópos termoelektromos generátorok, vagyis nukleáris fűtő elemekkel fűtött, hát most nem a fűtés a cél nyilván, mert rohadt meleg, hanem az áramtermelés, tehát, de mindegy fűtőelemnek kivon mégis. Tehát ezekkel a fűtőelemekkel folytatott energiatermelés lehetne egy megoldás. Ugye egyébként tök érdekes, hogy a Vénusz rengéseit megvizsgálni az egyáltalán nem volna egy triviális feladat. Egyébként egy nagyon jó tanulmány született erről még 2016-ban az ESA-nak egy felhívására. Oxfordi emberek írták, Venus Long Life Surface Package, tehát Vénusz hosszú, Vénusz felszíni hosszú életű csomag, ami egy tudományos űrszondának a, hát nem a terve az űrszondának, hanem annak a felfedezése, hogy igazából milyen lehetőségek vannak, ilyen technikai lehetőségek, hogy például szilíciumkarbidból mit lehet megcsinálni, és mit nem lehet megcsinálni. És akkor persze ők is legérdekesebb tudományos feladatok egyikének jelölik meg a vénuszi szeizmométer telepítését, vagyis a rengésjelzőjét, de ott tényleg ott figyelni kell, mert azt tudjuk, hogy a Marson egyébként igen-igen sikeres az InSight űrszonda, ami egyébként épp a múlt héten detektált egy Richter skála szerinti 4-es erősségű Mars rengést, ami csodálatos képpen összefüggésbe is tudtak hozni egy meteor becsapódással, aminek a nyomát, a friss nyomát meg megfigyelte fölülről a Mars körülkeringő Mars Reconnaissance Orbiter, tehát csodálatos együttműködése a két űrszondának, és fantasztikus, hogy ilyesmik vannak. Tehát a Marson igen nagy siker az ott dolgozó szeizmométer, ami jó ideje ott van már, aztán 2018, vagy valahogy így volt, azóta folyamatosan dolgozik a Marson. Na hát ilyesmi tök jó lenne a Vénuszon, ám de ne felejtsük el, hogy itt a Marssal ellentétben a Vénusznak ugye iszonyú sűrű a légköre, emlegettem már, 50 kg per köbméter. Tehát egy köbméternyi Vénusz levegő, az, vagy légkör az 50 kiló. Tehát ugye, hát emiatt aztán nyilván sokkal erősebb a csatolás a felszín és a légkör között, mint akár a Marson, akár a Földön, mert a Marson meg még sokkal ritkább a légkör, tehát lényegében, ha leteszünk egy rezgésjelzőt a felszínre, és az megrezdül, a kb. Biztosak lehetünk, hogyha egy kis szélárnyékoló dobozt rakunk köré, mert azért Marson is vannak szelek természetesen, de a marsi rendszerben, ha egy szélárnyékoló kis kupolát oda raktak köré, hogy felfogja a szél miatti rezgéseket, akkor kb. Biztosak lehetünk benne, hogy ami rezgést ez a cucc mér, az a Mars felszínének a rezgéséből jön. Ugye egy szeizmométer az gyakorlatilag mindig arról szól, hogy van valami felfüggesztett súly, vagy valami, és annak a pici kilengéseit kell különböző módokon észlelni. Például indukciós módon lehet például kicsatolni azt, hogy ez a lógatott súlyocska, ez hogy rezeg, vagy piezoelektromos kristályokkal, vagy mindenféle. Tehát sokféle módszer van, de a lényeg az mindig az, hogy valami rezeg, megrezgetjük, és ugye lényegében annak a próbatömegnek a mozgását mérjük, és egy próbatömeget nyilván megrezgethet a szél is,
De mondom, a Mars esetében ez könnyű kizárni. A Vénusz esetében, hogy ennyire sűrű a légkör, az több szempontból is rossz, mert oké, hogy kicsik a szellők, de hát még egyszer nagy sűrűségű a légkör, jól megrezgeti a valamit, a dolgot. Viszont egyébként az is érdekes, hogy maga a felszín is sokkal jobban átadódik, felszín rezgése is sokkal jobban átadódik a légkörnek. Épp azért, mert egy sűrű légkör, tehát az elvezeti, tulajdonképpen fölfelé elvezeti a légkörbe a Vénusz rengésnek egy részét, ami egyébként például annyiból jó lenne, hogy például ilyen infrahangos, tehát légkör, például olyan módon a Vénusz rengéseket tök jól lehet a Marshoz, vagy akár a Földhöz képes detektálni, hogy mondjuk a Vénusz légkörébe ballonokon felküldünk ilyen infrahangos rengésjelzőket, és akkor, amelyek a Földön is működnek ilyenek, infrahangos mikrofonok, amiket egyébként például a hidegháborúban is használtak arra, hogy az atomhatalmak az egymás atomkísérleteit detektálják, lényegében felküldtek a stratoszférába, vagy a troposzféra tetejére, tehát minden valahogy több 10 kilométer magasságban minimum ilyen mikrofonokat, amik lényegében érzékelték a Föld túloldalán végrehajtott nukleáris robbanásokat. Na most ugyanez persze ilyen módon, hogyha a Vénusz légköre ennyire össze van csatolva a felszínnel, ez alkalmas lehet arra is egyébként, hogy a felszínre szállás nélkül egy ballonon is legyen szeizmométer, de azért mégiscsak az lenne az igazi, vagy az lenne a legigazibb, hogyha a ballonon is lenne egy ilyen infravörös, vagy most hát hülyeséget beszélek, infrahangos, hogy hívják, mikrofon, meg tényleg a bolygó felszínen is lenne egy szeizmométer. Na most ugye, igen, ezt meg kell oldani, főleg az, hogy itt persze ugye ki kell számolni, hogy itt micsoda adatforgalmakról van szó, és ezt az egészet le kell tesztelni. Most természetesen itt megcsillan a magyar szál, mert én is most egyébként azért foglalkozom ezzel a témával, amiből ez a mai adás lett, mert Bella Szabolcsal és kollégáival, akik az Edu Space Kft-t csinálják Magyarországon, ami egy űripari cég, és egyedül a világon két helyen van olyan kamra, ami képes arra, hogy elektronikai eszközöket, vagy illesztéseket, vagy mindenféle ilyen anyagtechnológiai próbatesteket vizsgáljanak vénuszi körülmények között. Ebből az egyik Amerikában van, a Glenn Research Centerben, a NASA egyik űrközpontjában, és a másik meg itt van Budapesten. Ez a PETR, a PETR, a PET az Planetary Exploration Test, és az R a végén az meg rig. Tehát ez egy Planetary Exploration Test Rig, ami lényegében tényleg, ahogy a neve is mutatja, arra való, hogy például a bolygó felszíni viszonyokat állítsanak elő, és itt például meg lehet csinálni azt a 400-500 Celsius fokos, 90 atmoszférás viszonyt, vagy hát állapotot, ami a Vénusz felszínén van. És akkor például ebben a kamrában olyasmiket lehet tesztelni, hogy például az ember meg akarja nézni, hogy például egy ilyen szilícium karbid chip például, vagy egy egyszerűbb dolog, mondjuk egy illesztés, tehát hogy konkrétan annak, hogy ugye például ott van egy áramköri elem, amit valahogy rá kell, hát nem forrasztani, mert az nyilván elengedne, de mondjuk valami lézeres módszerrel például rá lehet égetni valami lapkára, tehát egy érintkezési pont például, ami két áramköri elem között van, és akkor az kibírja a vénuszi viszonyokat, és ilyeneket lehet itt például tesztelni, berakja az ember a kamrába, még azt is meg lehet oldani, hogy az egyik oldalán kivezet egy kábelt, és a másik oldalán is kivezet egy kábelt, és akkor az adatátvitelt is lehet tesztelni egy ilyen illesztésen, hogy mikor törik el, mennyire megy át, hogy bírja ki. Tehát, hogy például ezeknek a feltérképezése egy olyan projekt célja, amit az Európai Űrügynökség finanszírozásával szeretnék végrehajtani, és ugye vagyis ők szeretnék végrehajtani, és akkor ehhez merült ugye felkérdésnek, hogy oké, de hogy miért kéne ez nekünk, hogy mi lenne jó a Vénusz felszínén, és természetesen például egy ilyen szeizmométer, ez nagyon jó lenne, de az, hogy egy ilyen szeizmométerről rendes mennyiségű adat kijöjjön, azért az mégis másodpercenként 60, hát jó, az lenne a legjobb, hogyha 10 herces mintavételezéssel lehetne adatokat venni a szeizmométerről, ami olyan 600, ugye az 640 bit per másodperces adatátvitel jelent, tehát az a helyzet, hogy igazából ezt így tudni kéne átvinni a mindenféle áramköri elemen, vénuszi viszonyok között, és ráadásul úgy, hogy hát az lenne a legjobb, hogyha ez hónapokig, de minimum hetekig tudna működni a felszínen. Persze, ha még jobb az lenne, hogyha évekig működne. Tehát ez mindenképpen egy csomó-csomó olyan kérdés, amit tök jó lenne megoldani, és hát láthatjuk, hogy
hogy bizony a Vénusz azért az egy eléggé mostoha hely, mondhatnánk, hogy pokoli, de mindenképpen érdemes vizsgálni, mert bár erről kevés szó esik, mert a Mars a szupersztár, de azért tulajdonképpen igen-igen simán elképzelhető, még ha egyáltalán nem is bizonyított, de elképzelhető, hogy a Vénuszon is kialakult az élet, még annak idején, hogy lakhatatlanná vált a felszín, és akkor ugye ez, vagy akár újra és újra kialakulhatott az élet, hogyha tényleg igaz ez a fél milliárd évenként bekövetkező dolog, mert a Földön is amúgy elég hamar kialakult az élet, tehát a Földön vannak 3,5 milliárd évnél régebbi életnyomok, ugye ilyen stromatolit nevű lerakódások, ilyen egysejtű telepek formájában léteznek ilyen dolgok. Tehát ez azt mutatja, hogy a Föld, ről már biztos lehet tudni, hogy a Föld még kevesebb, mint 1 milliárd éves volt, amikor már volt élet a felszínén. Tehát a Vénuszon lehet például, hogy újra és újra kialakult az élet, amikor épp kedvezőek voltak a viszonyok, és volt víz, meg éppen kulturáltabb állapotban volt a légkör. Hát igen, de aztán mi történt vele? És akkor persze, nyilván, amikor bekövetkezett ez a kataklizma a felszínen, mondjuk először, akkor az nyilván eltörölte a felszíni életet, de vajon tényleg elképzelhetetlen, hogy valamilyen módon az fennmaradt esetleg a felsőbb légkörben, hogy ezt Carl Sagan elmélete is sugalta? Még hogyha a foszfén jelenléte nem is lett egyértelműen igazolva, de az biztos, hogy a Vénusz kutatás az több figyelmet igényel, és hát ennek megfelelően mind az ESA, mind a japánok, mind a NASA terveznek is újabb Vénusz-szondákat, de Vénusz leszálló egységre még nincsenek konkrét tervek, úgyhogy egy kicsit ezért gondoltam ezt az adást így összeszerkeszteni itt mára, hogy lássuk, hogy milyen technikai kihívásokkal kell küzdeni, de hogy az anyagtechnológia úgy tűnik lehetővé tesz némi kiutat, és elképzelhető, hogy a következő évtizedben egyébként többek közt akár éppen a budapesti tesztkamra eredményei alapján ki fog derülni, hogy mik azok a módszerek, amik lehetővé teszik, hogy a Vénusz felszínén is lehessen egy hosszú ideig működő csomagot működtetni. Na, viszont a mai adás véget ért, úgyhogy mindenkinek köszönöm a figyelmet. Kulturális program ajánlóként azonban azt el kell, hogy mondjam, hogy ma, vagyis hétfőn este, amikor élőben megy ez az adás, ma este 5 óra 30-tól a podcastunk, a Parallaxis Podcast YouTube csatornáján lesz egy élőzés, tehát a Parallaxis Univerzum, vagy Parallaxis Podcast YouTube csatornáján ő ma 17 óra 30-tól élőben fogunk beszélgetni a barátaimmal, Pécsi Gézával és Ivanis Rieger Klaudiával arról, hogy hát visszamegy az emberiség a Holdra, tehát ember a Holdon újra, ez lesz a témánk, tehát 17.30-tól mindenkit szeretettel várunk, ez egy interaktív valami lesz, tehát lehet kérdéseket is beírni, meg minden, meg komment. Hát 17.30-tól mindenkit szeretettel várunk, ez egy interaktív valami lesz, tehát lehet kérdéseket is beírni, meg minden, meg kommenteket, és akkor elméletek, ilyet még nem csináltunk, tehát ez számunkra is egy teszt lényegében, de hát ha valakinek van kedve, akkor az ne hagyja ki. És természetesen a szokolébresztő.hu-n is visszahallgathatok az adások, illetve minden csütörtökön jön a kísérő cikk, érdekes extra infokkal, meg ilyesmi, szokolébresztő.hu, illetve parallaxis.emtv.hu, meg mindenféle ilyen felület, szóval köszönöm szépen a figyelmet, és 2 hét múlva találkozunk újra. Ez volt a Szokolébresztő, mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.